Köszöntöm a stúdióban Fónagy Jánost, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkárt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ugye a rezsi utalványok beváltása, jóváírása a bejelentés óta számos kérdést generált, ezért majd néhány részletre is szeretnék kitérni, de először is, hogyan kapják meg az érintettek az összesen 9000 forintnyi utalványt? A utalványok kézbesítését a posta hétfőn, tehát szeptember 2-án kezdi meg, és szeptember 30-ával, tehát szeptember hónap végével valamennyi jogosult, mint egy 2,6 millió nyugdíjas vagy nyugdíjszerű járadékba részesülő honfitársunk megkapja a 9000 forint utalványt a postai kézbesítéssel. Említette szerkesztő asszony, hogy a részletekre is kíváncsi. A posta egyszer kézbesíti az utalványt, amely postai értéklevélnek tekintendő, tehát vagy személyesen lehet átvenni, vagy olyan személy, aki erre meghatalmazással bír. Az átveheti az érintettet. Ez ilyen meghatalmazást, nyomtatványt a postástól lehet kérni, és neki kell kitölteni. Világos, ha valaki nincs otthon, akkor vagy pedig a 14 évet betöltött hozzátartozója. Uh-huh. És ez számos hozzátartozó fia, szülei, házastársa és a többi veheti át. Amennyiben nincs otthon a címzett, senki nem veszi át, akkor a postás az ajánlott levél, ajánlott küldeményeknek megfelelő módon visszaviszi a postára, hivatalosan a kézbesítési helyre, ahol is 10 munkanapon keresztül őrzik meg, tehát ebbe beleszámítjuk a hétvégéket is, akkor ez egy olyan 13-14 nap, de 10 munkanapon keresztül őrzi meg a posta ezt az értéklevelet, utána visszaküldi az államkincstárnak. Aki valamilyen oknál fogva ezen alatt a 10 munkanap alatt sem tudja átvenni ezt az értéklevelet, az kérheti november 30-áig bezárólag, és ez fontos, mert ez jogvesztő határidő, november 30-áig kérheti a Magyar Államkincstártól az ismételt kézbesítést. Levelet kell akkor írnia, vagy valami? A Magyar Államkincstárnak. Világos. Az utalványokkal ki lehet majd fizetni a postán a csekkeket? Tehát hogyan működik majd a gyakorlat? A utalvány, amit szerkesztesz, hogy megengedi, be is mutatok, az utalványok készpénzként használhatók fel, tehát ezt jövő év március 31-ig a postai befizetés esetén gáz- és villanyszámla fizetésére mintegy 3000 forintos bankjegyet lehet felhasználni, nem névre szóló, tehát aki megkapja, nyugdíjas vagy ezzel egy tekintet alá eső személy, ez odaadhatja családtagjának, fiának, szüleinek, akinek akarja. Ugye azt mondta államtitkár úr, hogy készpénzként használható, az eddigi információk szerint ugye postai csekkbefizetésnél nem lehet például 2500 forintos számlát kiegyenlíteni vele, mert hogy ugye ebből a 3000 forintból nem adnak vissza az érintettek. Ebből vissza nem adnak, tehát ennél nagyobb összegű számlát lehet ezzel kiegyenlíteni. Mi van, ha valakinek 3000 forint alatti, mondjuk a villanyszámla? Akkor a következő hónapot kivárja és befizeti azzal együtt. Tehát akkor halaszt egyet, akkor vagy halaszt hátralékot egyet, és halmoz föl? Hát nem halmoz föl, akkor praktikusan, akkor befizeti. Bocsánat, annyit még ehhez, hogy amennyiben 3000 forintot meghaladja, vagy a rendelkezés áll, azt is csak készpénzbe lehet teljesíteni, bankkártyával nem. Így van, tehát hogyha mondjuk 3900 forint értékű a csekk, akkor 900 forintot készpénzbe kell. Világos. Sokan a szolgáltató honlapján bankkártyával vagy átutalással intézik ugye a rezsiszámla kiegyenlítését, ezért többen szorgalmazták, hogy az utalvány a neten is beváltható legyen, tehát például online utalásnál a közlemény rovatba lehessen beírni az Erzsébet utalványnak a számát, és akkor ezzel lehetne a jóváírást elintézni. Gondolkoztak ezen a megoldáson? A kormány döntése másként szól, az úgy szól, hogy vagy a postán lehet a csekk befizetésénél felhasználni, vagy amennyiben csoportos befizetés, tehát az ön által említett fizetési módon történik, akkor a szolgáltató
hoz kell ezt bevinni, és a szolgáltató köteles ezt 15 napon belül jóváírni. Hogyha erre nincs mód, azért kérdezem, vagy feszegetem ezt a kérdést, nekünk egy rokkant nyugdíjas tette föl ezt a kérdést. Hát ugye azok a nyugdíjasok, akik mozgásukban korlátozottak, nem véletlenül ugye az internetes ügyintézésnek a hívei. Kétségtelen, hogy ez praktikus. A kormány döntésében ez szerepel, hogy akkor a megbízottja beviszi. Tehát van rá lehetőség, hogy megbízott útján teljesítse ezt a fizetést. Világos, az ellenzék reflektált a rezsi utalványok bejelentésére és kézbesítésére. Az MSZP azt mondja, hogyha nem lett volna rezsicsökkentés, tehát jelenleg ugye nem a hatósági ár, hanem a piaci ár lenne érvényben mondjuk az energiaárak tekintetében, akkor nem lenne szükség plusz támogatásra, hiszen most éppen aktuálisan például a földgáz olcsóbb lenne, ez igaz? Ó, ezt 7 éve hallgatjuk ezt az érvet. A gyakorlat meg az volt, hogy a ő idejükben volt rá sok évük. Talán 5-ször vagy hányszor emelték a gáz, nem tudom, hányszor a villany, soha nem lett olcsóbb, mindig drágább lett. Ez a tipikusan mondja maga is példája. Ellenzékben lennék én is ezt mondanám, ezt halljuk tőlük 9 éve. Nem igaz, a rezsicsökkentés az alapvetően olcsóbbá tette a magyar fogyasztók számára a háztartási költségek, a háztartási kosár költségeinek kiegyenlítését, és meggyőződésem már úgy is, mint a rezsicsökkentés egyik kormányzati végrehajtója, hogy alapvetően megváltoztatta a magyar állampolgárok háztartási költségarányait, és ezen belül különösen a nyugdíjasokét, akik ugye szerényebb jövedelmi viszonyok között sokkal inkább érintettek mindenfajta rezsi díj esetleges növelésbe. Úgyhogy ez ezzel való játszadozást és feltételezést, én azt egy nagyon veszélyes dolognak tartom. Volt még egy felvetés a részükre, hogy az előző években is kaptak egyszerű juttatást a nyugdíjasok Erzsébet utalvány formájában, de ugye legutóbb azt például karácsony előtt kapták kézhez. Az időzítéssel egyetért, tehát azzal, hogy a rezsi utalványok szeptember 30-áig kerülnek kijuttatásra vagy kiutalásra, ugye? Ez azt mondja az ellenzék, hogy direkt az önkormányzati választások elé időzítették ezt a lépést. Ennyire rafináltak azért nem vagyunk. Meggyőződésem, hogy a költségvetés helyzetet tette lehetővé, hogy ezt az egyébként összeismétlem 2,6 millió ember kapja ezt, meg tessék felszorozni. Ez egy jelentős összeg. Költségvetés helyzete, kedvező helyzet ezt most tette lehetővé, és a kormány ezt haladéktalanul meglépte, úgyhogy emögött nincs más még olyan rafináltnak szűnő politikai szándék sem. Államtitkár úr, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.